Jó estét kívánok, kedves nézőink! A húsvéti szünet után ismét jelentkezik az Aréna, a szombathelyi televízió sportmagazinja, melynek mai műsorában a labda játssza majd a főszerepet, lesz kosárlabda, lesz labdarúgás és lesz vízilabda. Ezt a menüt pedig megspékeljük egy kis diák sporttal is. Remélem, hogy mindenki talál majd olyan témát, ami közel áll hozzá. A nyereményünk pedig ezúttal egy kulacs, mégpedig a Haladás VSE által felajánlott kulacs lesz. Ugye az ünnepek előtt, a húsvét ünnepek előtt kisorsoltuk azt a kézlabda mezt, amit szintén a Haladás ajánlott fel. Nem sokára majd beszerzünk egy újabb mezt. Egyelőre még azon gondolkodunk, hogy melyik csapaté legyen majd. Természetesen ezt is úgy szeretnénk majd megoldani, hogy aláírják a játékosok és a szakvezetők, hogy ezzel is növeljük az értékét. Addig azonban ilyen napi ajándékaink lesznek, nem úgy, mint a múltkor, amikor ugye havi ajándékunk volt. Na, ezután a hosszú bevezetés után pedig akkor kezdjük kosárlabdával, mégpedig azért, mert elkezdődött a felsőházi középszakasz, melynek első fordulójában a Falkó csapata a Kecskemét együttesét fogadta az eddig bevehetetlen Aréna Szaváriában. Nem is olyan régen az alapszakaszban simán 99-75-re verte a Falkó Szombathelyen a Kecskemét gárdáját. Így most a kötelező győzelem elvárásával fogadták Szecskó Szekulovics tanítványai a híros város együttesét. Ehhez képest a derbi első percei a vendégekről szóltak. A negyedik minutumban már 11-6-ra vezettek. Ezt követően azonban egy szenzációs 13-0-ás szakaszt repesztettek a vasiak, és főként ennek köszönhetően a negyed végén már ők mentek 19-13-ra. A második etap elején pedig jött Pusztavár 5 pontja, megspékelve Govens tiplájával, és 27-15-nél már időt is kellett kérnie Forrai Gábornak. Az edzői tanácsok annyit használtak, hogy a félidő végéig nem nőtt tovább a különbség, sőt Karahodzsics két büntetőjével az utolsó pillanatokban feljöttek 46-36-ra a vendégek, akik a harmadik 10 percet is kifejezetten jól kezdték, és felzárkoztak 53-50-re. Ezt követően azonban már minden a szombathelyiek szája íze szerint alakult, és végül 87-74 arányban megnyerték a mérkőzést. A sárga-feketék a bajnokságban eddig mind a 14 hazai meccsükön győztek. Gratulálok a saját csapatunk a győzelem. Első meccs mindig a nehéz indulni az új verseny, és most ezen nincs ilyen gyenge csapatunk. Legnagyobb öt csapat marad, és játszottunk egymás, és bízom benne, de minden meccs lesz ilyen nehéz, mint ma este. Nem volt a bravúr játék ma este, csak végül is kontrollálunk egész mérkőzések, és végül is simán nyertünk. Nekem ez pontos volt a győzelem. Tovább veretlen maradunk, két pontok, mint kötelező volt nálunk, és most megyünk tovább. A kecskemétiek ezúttal kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak, alaposan megnehezítették a vasiak dolgát, csupán a Falkó gyors indításai okoztak számukra megoldhatatlan feladatot. Először is szeretnék gratulálni a Falkónak. Nem véletlen volt az, hogy az alapszakaszban második helyen zártak, makulátlan hazai mérleggel. Meg kell dicsérjem a saját csapatomat, hiszen meggyőződésem, hogy jól támadtunk, amit elterveztünk, azt végre is hajtottuk. Sajnos a kinti dobásaink nem ültek, pedig rengeteg üres helyzetünk volt, de hát ilyen a sport. Ugye legutóbb jó százalékkal értékesítettük a triplákat, ma ezen a mérkőzésen nem. Illetve a másik, ami a vereségünket okozta, hogy bár tudtuk, hogy a szombathelyi csapatnak a legnagyobb fegyvere a tranzíciós játék, de mégis ugye, mivel nem mentek be a dobásaink, leszették a lepattanót és villámgyorsan átrohantak rajtunk. És tulajdonképpen ez a tizen pár pont ez ennek köszönhető. Végigvezetett a Falkó, úgyhogy teljesen megérdemelten nyertek, de ha kicsit jobb dobó formát fogunk ki, akkor lehetett volna egy kicsit szorosabb mérkőzés. De egyáltalán nem vagyunk csalódottak. Nagy dolog, hogy itt lehetünk egyáltalán az első ötben. Magyarország négy legjobb csapata az ellenfelünk. Nekünk most már jöttük ezzel, hogy a jövőt építjük. Minden meccsen tanulunk. Azt gondolom, hogy jó úton járunk a tanulásban, és sok sikert kívánok a Falkónak, illetve a saját csapatomnak is mindent bele. A Falkó győzelmének köszönhetően továbbra is a tabella második helyén áll. A szombathelyek szerdán szabadnaposak lesznek, azt követően pedig április 14-én szombaton az Alba-Fehérvár otthonában lépnek pályára. Kedves nézőink, gyorsan pótolnám azt, amit az imént elfelejtettem bevallom férfiasan. Bár akár azt is mondhatnám, hogy úgy gondoltam, hogy mindenki ismeri már az SMS számunkat. Ugye, aki szeretné megnyerni ezt a Préma kulacsot, annak az a teendője, hogy megtiszteljünk bennünket az SMS-ével. Nos, a 0620 507 31 81-es számra várjuk
kérdéseiket, véleményüket, és akár a Falkról is lehet ugye véleményt formálni, már csak azért is, mert a Szombathelyek eddig prímán szerepelnek a bajnokságban, erről lesz szó a folytatásban is, ugyanis itt köszönhetem már Alexander Pusztavárt, kosárlabdázott, valami Pichler Gergely technikai vezetőt, természetesen este. A Falkó részéről. Sziasztok, köszönjük. Az első, akkor legyen egy pici visszatekintés, jó? Már csak azért is, ugye, mert egy hét alatt kettő meccset játszottunk először ugye a Pécs ellen, aztán játszottunk a Kecskemét ellen, a két mérkőzésben az volt a közös, hogy mind a két csapatot legyőztük. Hogyan tudnád összegezni ezt a két mérkőzést? So first we start with shortly looking back for the last game of the regular season, that was Falco against Pécs on Wednesday. And after that start immediately the top of the middle season against Kecskemét, two home games, two win for Falco. What you think about these two games? Please tell how you saw the two games. It was not so easy games because both teams are good this season and both of them fight for fifth, sixth, seventh position. And especially home, everybody expect from us that we will win. And the teams who come in Szombathely to play, they are maybe more relaxed. They have nothing to lose and maybe play more easy, open. So for us was more important to show our game and show our strong sides and win both games. Örülök a két győzelemnek. Nyilván a hazai közönség a szombathelyi közönség minden hazai mérkőzésen elvárja a győzelmet, és azt, hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat. Ez sikerült a Pécs és a Kecskemét ellen is. Mindkét csapat jó, küzdenek, ugye a Kecskemét a felsőházban be is tudott jutni, a Pécs pedig a hatodik helyért küzd a szakasz középházi részében. És megmutattuk az erősségeinket, és két győzelmet arattunk. Így összesen 14-ből 14 van. So, totally now on the home games, it's 14 game and 14 win. Meddig lehet ezt még tovább gyújtani? How long can be this series? Nobody knows. We will try to show our best to finish this season with all home game wins. Remélem, hogy meg tudjuk tenni azt, hogy a szezon végéig tart ez a sorozat. Ugye tavaly a csapat ugye az alapszakaszt és a középszakaszt is veretlenül játszotta végig a hazai pályán. Egy vereség csúszott ugye ebben a folytatásban, a döntőben az Alba Fehérvár tudott itt Szombathelyen nyerni. Én azt javaslom, hogy kapjatok ki inkább a középszakaszban, mint hogy a döntőben, mert hogyha egyszer odáig eljutunk, akkor nagyon sokat számíthat. If we compare with the last season, we was unbeatable at home in regular season and in the middle season, but on the playoffs was one home losing game, that was against Alba, the final game. And Zoli thought it's better maybe to have some losing middle season at home and not when... De ne a Körmentől. But not against Körment. Yes, maybe last season we lost the most important game in all season. Yeah, mondhatjuk, hogy tavaly a szezon legfontosabb mérkőzése. So better we will try this season win all games. Megpróbáljuk most megnyerni az összes hazai mérkőzést. Egyébként a Körmendet nem azért említettem meg, mert bármiféle fajta ellenérzésem lenne velük kapcsolatban, hanem ugye az a mérkőzés az, amikor teltház van, az tuti, és teltház előtt jó nyerni, bár szerintem az idei szezonban akárcsak tavaly nagyon-nagyon jó az átlag nézőszám, és ez akár a te asztalod is lehet, Piki. Így van, követjük folyamatosan havi szinten a statisztikai adatokat, a múlt hónapban is 2630 átlag nézőszámot produkált az Arena Savary, ami azt gondolom, hogy kiváló. És országos szinten azt hiszem a labdajátékok tekintve a hatodik helyen szerepelt a Falco és az Arena Savaryában lévő adatokkal. Én azt hiszem, hogy tényleg hazai pályán bárki ellen, bármikor nyerhetünk. On the home court we can beat everybody. Ha jól számolom, akkor a felsőházba jutott csapatok, ugye a négy ellenfél, Szolnok, Körmend, Alba Fehérvár és Kecskemét ellen az összes idegenbeli meccsünket, mind a négyet elveszítettük. On the regular season, against this top four teams, against Alba, Szolnok, Körmend and Kecskemét, on the regular season we lost. Most jön két idegenbeli meccs. But now we have two away games, Alba and Körmend. Melyiket csípjük meg? What you expect? What you think? Which one we can win? Every game is different, and so you cannot say before. Maybe
You have to prepare for your first game, try to win, why not? Mindig a következőre készülve, akkor beszélünk az Albáról. Nem lehet így előre megmondani, de mindent megtesz azért, hogy especially in regular season we lost there in last minutes. Kiemelve pont az Alba a Fehérvár elleni mérkőzés volt az alapszakaszban az, amit az utolsó egy-két perc, két percig befejezéstől tekintve utolsó két percig nyílt mérkőzés volt. Fekszik nekünk az Alba játéka? Falco-like Alba style? How he play? I don't, their style is nothing new for us, they show the same like last season. Ugyanazt játszák, mint a tavalyi szezonban, nem újdonság számunkra. There is more important which condition, so you can have good day, bad day, you never know before, especially when the games in this top group from 1 to 5. Every game can make some team, away team surprise. So. Ebben a kiemelt csoportban, a felsőházban bármelyik vendégcsapat csinálhat egy meglepetést, ami nagyon sokat érhet. Tavaly mi nyertük meg lényegében a középszakaszt, jól emlékszem? Második, negyedik helyen került a csapat az alapszakaszból, alapszakasz végén negyedik helyen végzett, majd a középszakasz befejeztével, a más, így van, és a második hely, így van, öt győzelmet arattunk a 8 meccsből, és 4 hazai mérkőzésen győztünk, és Zalaegerszegen, és ez volt egy óriási kulcs ahhoz, hogy a második helyen előre. Most nem fogunk, ugye, úgyhogy nyerni, ez biztos, hogy ezzel nem jutott, de viszont már vannak információk, ha jól tudom, az Alba-Fehérvár elleni idegenbeli meccsel kapcsolatban, mik ezek, Piki? Szerdán, várhatóan szerdán fognak megérkezni a vendégjegyek, az Alba-Fehérvár vezetősége 149 darab jegyet küld. Nekünk természetesen a honlapon azonnal az információkat rendelkezésre bocsátjuk a szurkolóknak, hogyan és miként tudnak majd hozzáférni a hozzájutni a belépőjegyekhez. Gondolom, ugyanez lesz majd akkor a tematika a Körmend elleni meccsen is. Így igaz, hétfőn, kedden lesz az előkészület annak a mérkőzésnek, és szerdán lesz a Körmend-Falco mérkőzés. Viszont akkor egy picit hasonlítsuk össze az idei szezont, bár nagyon sok hasonlóságot is felfedezhetünk. Ugye Sasa itt játszott már az előző Falcóban és az ezüstérmes Falcóban is. You play here in this Mennyit változott a magyar bajnokság erősebb lett? We can compare a little bit the season and this season. How changing the championship? How changing the level? It's stronger or what you think? You are the second season here, so you can compare. Yes, there is some changes, some teams better this season, some teams was better last season, but if you can see the positions after a regular season, 4 teams from last season keep their position. Tulajdonképpen ugye ez a 4 csapat szerezte meg a kiemelt pozíciókat, ahogy a tavalyi szezonban is. But Kecskemet was also good last season, they catch playoff, so... Kecskemet is erős volt tavaly, és szárrájátszásba bejutott. Maybe it's different that Szolnok is play better and they keep the good level during. Talán annyi változás, hogy most a Szolnok jóval erősebb és jobban játszik, mint tavaly. And they keep this level all season. És az egész szezonban tartják ezt a játékszintet. Nekem úgy tűnik, hogy a többi csapat is, a kisebb csapatok is egy egész jó színvonalat elérnek, mert mindenki ellen szinte meg kell szenvedni, még itthon is. Ez gondolom abból adódik, hogy egyre jobbak és jobbak ők is. So the other, if we compare the first 5 team, but the also Zoli told, the next 5 team is also good, because every game it's open, every game need to be fight to beat that teams. Yes, even home when you play against these teams, it's so hard because they... A hazai pályán is meg kell küzdeni minden győzelemért, még úgymond a középházi vagy az alsóházi csapatok ellen is. All teams have good players who know to play, they with good experience, and especially when they come for maybe some stronger opponent away, they play free because nothing to lose. Főleg a úgymond a kisebb helyezésű csapatok eljönnek egy aréna szaváriába megmérkőzni úgymond egy erősebb csapat ellen, és ők tulajdonképpen nyomás nélkül tudnak játszani, ami számukra előny lehet. Akkor egy kicsit tovább hasonlítgassuk a két szezont, ugye tavaly a második helyen végeztünk. A szurkolók mindig többre és többre vágynak. So, last season in the championship we finished on the second position. The fans waiting and expecting every time, every season to season more. Egyet lehet csak előre lépni. So now only one step can step higher.
Yes, this is our target, why we are here. Everybody dream to be champion. Ez a nagy cél, természetesen mindannyian álmodunk a bajnoki címről. But 14 teams cannot be champions altogether. De ugye mind a 14 csapat nem lehet bajnok, csak egy a végén. And now is time when the teams will decide who can play final, and final is you never know before because it's totally different competition. Nagy az lenne a cél, hogy a csapat bejusson a döntőbe, és természetesen a döntőben már bármi megtörténhet. Nem tudom, hogy egyezik-e a véleményünként, amit az imént mondott Sása, tehát az, hogy nagyon erős a Szolnok. Nekem úgy tűnik, hogy ha a döntőbe jutunk, akkor valószínűleg a Szolnok vár ránk. Probably if we will reach the final on the championship, probably we will play against Szolnok, if Szolnok make the same level like before. És igen? Én azt so. Várom, hogy az a döntő, tehát Szolnok-Falkó. So Zoli expects hogy the Szolnok-Falkó final, what you think? It will be good time because Szolnok is very good team and everybody expect them in final, but we beat them home and they have also some lost games, so the teams show that they can beat Szolnok, even in Szolnok. Jó csapat, kiemelt csapat a Szolnok, őket viszont mindenki döntőbe várja, sőt talán bajnoknak is várja. De természetesen itthon kétszer legyőztük őket, és azért nekik is volt egy olyan mérkőzésük, hogy veressük, akár most itt az alapszakasz záró mérkőzés Kaposváron, ahol kikaptak, tehát nekik is lehet olyan mérkőzés, amikor nem klappol minden. And it will be question of the game, when the game day will come, who will be better this day. Meccs napon a napi forma fog eldönteni. And it will be, I think, interesting. Érdekes lesz. Az utolsó összehasonlító kérdés pedig úgy hangzana, hogy ugye tavaly, amikor megtisztelt bennünket a jelenlétével, bejött hozzánk, akkor a kislányával és a kedves feleségével éltek itt Szombathelyen. Azóta esetleg megszaporodott a család, vagy továbbra is hárman vannak, és ugyanúgy jól érzik magukat, ahogy tavaly. So the last question is about your life, your family. So you feel well here in Szombathely, and you are with wife and with daughter. Maybe one more baby or something. Maybe, who knows, this is very nice and good, and if we feel comfortable nagyon here. Nagyon jól érezzük magunkat, meglátjuk. The club doing everything for family to don't have some problems. Az egyesület megpróbál mindig mindent megtenni, hogy jól érezzük magunkat. Our family likes here, some our parents come, everybody likes here. Család szeret itt, szüleink, nagyszülők is érkeznek többször látogatóba. And daughter speak Hungarian very good. She és kislányom már nagyon jól beszél magyarul. She don't have problem in kindergarten. Az óvodában sincsen ezáltal különösebb problémája. Also she practice some tennis, some gymnastic. Éli az életét folyamatosan, tornára jár, teniszezik. Én úgy hallottam, hogy nagyon jól tud már magyarul, olyannyira, hogy magyar dalokat énekel otthon. Esetleg tudnál valamikből idézni? So she sings some Hungarian songs also at home, huh? At home she little bit shame to do this. Otthon egy kicsit szégyellős. But when we watch video from kindergarten. De hogyha látunk felvételeket az óvodában. All some celebrations or some parties what they are prepared, she like all kids do the same. You know maybe some song like. Just birthday song. Okay. Csak szülinapi dal. Meg azt hittem, hogy meg tudom énekeltetni. Hát ettől függetlenül nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtatok. Köszönöm az interjú. És további sok sikert kívánunk. Good luck for the next part of the season. Legelőször is akkor Fehérváron. És köszönöm még egyszer, hogy bejöttetek. Péki, neked pedig nagyon szépen köszönjük a tolmácsolást is. És akkor majd természetesen a következő hazai mérkőzésen, ugye, akkor kit fogadunk? Szolnok. Akkor a Szolnokot, az 21-én lesz. 25-én. Így van, akkor találkozunk hazai majd pályán. Így van. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytassuk egy másik labdajátékkal, mégpedig egészen pontosan a Haladással, ugyanis a labdarúgó csapata a hétvégén nagyon-nagyon fontos mérkőzést játszott idegenben a Diósgyőr együttes ellen. A bajnokság 25. fordulójában lejátszott derbit egy nagy Haladás helyzet vezette be, de a 13. percben Antal komoly bravúrral védeni tudta Mészáros lövését. Nem sokkal később viszont már a szombathelyi játékos nyerte kettejük párharcát. Bosnyák baloldali beadását követően elemi erővel bombázotta a jobb felső sarokba.
A 28. percben Karán kegyetlenül letaglózta Rebusicsot, akit le is kellett cserélni. A 49. percben növelte előnyét a haladás, Rácz átadásával Kovács lépett ki a védők közül, és a kapu jobb alsó sarkába lőve 2-0-ra alakította az eredményt. A folytatásban a hátrányban lévő Diós Győriek vették át az irányítást, és a 61. percben Ugrai távoli találatával szépítettek is. A találkozó hajrájában Kovács kétszer is zicserbe került, de mindkét esetben nagyot hibázott. A haladás azonban ennek ellenére is 2-1-re megnyerte az összecsapást. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen a Diósgyőr fizikálisan a legjobb csapatok közé tartozik. Nagyra értékelem ezt a győzelmet, ma a helyzetkihasználásunk is jobb volt. Meglepett a DVTK három védős rendszere, nagyot kockáztattak ezzel. Korábban soha nem fordult elő olyan az edzői pályafutásom során, hogy három játékosomat is sérülés miatt kellett lecserélnem. Ráadásul Rabusics úgy tűnik súlyosan megsérült. A DVTK csapata néhány nap alatt két nagyon fontos hazai mérkőzését veszítette el. Előbb a Magyar Kupában kaptak ki Bódog Tamás tanítványai a Puskás Akadémiától, most pedig a haladás távozhatott három bajnoki ponttal a Diósgyőri gárda Mezőkövesdi ideiglenes otthonából. Az akarat az rendben volt, meg helyzeteink voltak, de hát olyan hibákat követünk el, hogy azon elmennek a meccsek. Úgyhogy ez a legnagyobb baj, hogy a hibák, ha nem lennének, akkor minden rendben lenne, csak hát nagyon sok hiba van a játékunknak. A haladás bravúros győzelmének köszönhetően feljött a tabella 9. már bent maradást érő helyére. A Vasi Zöldfehérek legközelebb szombaton 17 órakor lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig az 5. pozícióban állomásozó Paks otthonában. Kedves nézőink, akkor pedig következzen az a megspékelésen a labdajátékoknak, amit a műsorunk elén ígértem, ugyanis akkor két testnevelő tanárt látunk itt vendégül, mégpedig Gubián Tamást és Vadász Gábort, mindkettőjüket az Rínyiből. Sziasztok, jó estét kívánok! Yes. Csodás mezetek van, egyen mezetek van az Rínyi iskola. Én azt hiszem, hogy ezt a szerelést most már messze földön ismerik, és enyhe túlzással élve rettegik. Ugye a témánk akkor azért legelőször mindenképpen legyen az idei esztendő nagy sikere, sikerült megvédenetek ugye a bajnoki címet a játékos sportversenyben. Már jó párat aludtunk rá, de gondolom azért az öröm még most is öröm. Melyik ötök kezdi? Rátok bízom. Ki örült jobban? Együtt örültünk. Hát akkor kezdem én akkor, mint idősebb. Megvédeni nehezebb valamit minden érmény? Igen, megnyerni úgy gondoljuk, hogy milyen volt a bajnoki címet, és a megvédés az úgy gondoljuk, hogy nehezebb lesz. Hát a számok nem ezt mutatták, de mi úgy érezzük, hogy ez, igen, meg kellett küzdeni a pontokért, ezért a győzelmért. Nagyon sok munkát beletettünk, nagyon ügyesek voltak a gyerekek, kicsit más szisztémával készültünk erre a döntőre, mint a tavalyira. De hát nagy öröm volt számunkra, hogy újra a dobogó tetején állhattunk. Én úgy szeretem azt a kifejezést, hogy tükörsima, olyan jól hangzik. De ez tükörsima volt ez a döntő. Szinte minden versenyszámot megnyertetek. Hát gyakorlatilag igen, 6 vagy 7 versenyszámot nyertünk. Ott igazából sima volt, viszont maga a felkészülésünk volt egy kicsivel nehezebb. Több dologból kifolyólag infrastruktúrális problémáink akadtak így évelejétől kezdve, illetve hát a többi csapat is az országban, tehát keményen készült, tehát jöttek a telefonok 60-ból, Török Bálintról, tehát több olyan városból is, akik szeretnék tudni a mi kis titkainkat. Igen. Úgyhogy azért vannak dolgok, amiben azért segítjük egymást, tehát az ország többi testnevelője azért együtt dolgozik, összedolgozunk, mert mindenki a legjobbat akarja, és mindenki elles apró taktikákat. De vannak olyan dolgok, amik ugye itt maradnak közöttünk. A kulisszatitkok, ugye? De igen. Ilyenkor, amikor már jó párat aludtunk erre a történetre, akkor azért már lehet arról is beszélni, hogy mit jelent ez a gyerekek számára, mit jelent az iskola számára, mert gondolom azért a respektetek hihetetlen mértékben megnőtt. Igen, nagyon sokat jelent a gyerek számára, főleg azért is, mert ebbe a csapatba bekerülni, ez már nagy szó, ha valaki már a közelbe kerül és már a felkészülésbe részt vesz, az már nálunk bajnok. Volt is egy ilyen meglepetésünk azoknak a gyerekeknek, akik nem voltak ott az országos döntőn, ők is kaptak egy aranyérmet, és arra rá volt írva, hogy te is bajnok vagy. És számunkra ők is nagyon fontosak, sőt, legalább olyan fontosak, mint a többiek. Tehát nagyon harc a csapat bekerülésére. És tudták a gyerekek, hogy tavalyi bajnoki címünk után újra ezt szeretnénk elérni, és mindenki azért küzdött, azért dolgozott az egész évben, azt mondom, az egész alsó 4 év folyam, hogy ebbe a csapatba bekerülhessen.
A Zrínyi ugye egy nagyon sportos iskola, egy sportiskola, úgy is fogalmazhatunk. Ha jól tudom, az országos rangsorban is nagyon előkelő helyen álltok, talán az ötödik pozíció igen. környékén vagytok. Igen, nem olyan régen volt a diátadó, ötödik lett az iskola. Ez egy tényleg előkelő helyezés, azt nagyon fontos elmondani, hogy voltunk mi már első, második, harmadik helyen is, talán elsők is voltunk. Hú, ezt most nem tudom pontosan. Szűk keretben vagy. Igen, de lényeg, ami a lényeg, hogy mondjuk a 6-8 évvel ezelőtti rendszerhez képest, amikor mondjuk 8-10 iskola vett részt ebben az egész versenyben, most meg 60 iskola, akkor azért, hogyha összehasonlítjuk és arányaiban nézzük a dolgokat, akkor azt gondolom, hogy sokkal nívósabb helyezést értünk el. Azt meg azért el kell mondani, hogy az első két helyen lévő iskola ebben a versenyben olyan iskolák lettek, ahol olimpikonok szerepeltek, többek között a Shaolin fivérek is ugye a téli olimpiáról, a korisok, úgyhogy őket elég nehéz megelőzni, mert olyan komoly pontszámokat hoznak egy-egy versenyről, amit nem lehet felérni. És az előző kérdésedre még talán annyit, hogy ugye most lesz nem sokára ugye a beiskolázás, és azért nekünk ez fontos. Uh-huh. Fontos az, hogy mi a sportiskola vagyunk, nem csak a nevünkben vagyunk sportiskola, hanem azt gondolom, hogy komoly eredményeket tudunk letenni a testnevelői gárda, komoly eredményeket tud letenni emellett. Többek közül most megyünk a mezei országos döntőre, és négy csapattal megyünk, tehát röplabdában, kosárlabdában, labdarúgásban, fiúknál, lányoknál. Én pont ezt akartam a következő kérdésként feltenni, de most egy picit elé mentél a kérdésnek. Semmi gond, de... Adjuk a témát. De ne lőjük semmiképpen, mert pontosan az az érdekes számomra, és annyira változatos a felhozatal. Tehát a labdajátékokban is jók vagytok. Torna is szerintem, ami kiemelt szerep. Ugye én jól tudom, akkor a szombathelyi tornász lányok akkor nagy részt nálatok vannak, az utánpótlás jelentő tornász lányok. De ugye a játékos pertvás, ez egészen kicsik. Tehát nagyon-nagyon sokféle sporták közül lehet választani, nagyon-nagyon sokféle tehetséges gyermek van nálatok. Ezt gondolom az iskola számára mindenképpen erőnyt jelent a diákolimpiákon. Igen. Ugye én úgy gondolom, ami egy gyerek egy sportágban jobb, az a többibe is megállja a helyét. Ez ugye a labdajátékok igaz. Igen, aki nálunk a kezeink alatt nő fel első négy évfolyamban, játékos vetélkedőnek, ők bármilyen sportágra hivatottak, azt mondom, mindenhol megállják a helyüket. Például, és említem nálunk, nekem van egy röplabda csapatom a harmadik korcsoportban. Ők mondták, hogy szeretnék elindulni a diákolimpián, mondtam, akkor legyen, elkezdtünk röpizni, és hatodik, van közöttük futó, focista, sakkozó, és ezek összegyúrtuk őket, lelkesek voltak, és megnyertük a megyei döntőt velük. Úgyhogy ők akarták ezt, tehát nem én erőltettem, ők mondták, hogy szeretnénk elindulni. Az infrastruktúrátok mennyire alkalmas arra, hogy kiszolgálja ezt a rengeteg tehetséges gyereket? Ha jól tudom, jól emlékszem, én emlékeznek, jó pár napja voltunk nálatok, amikor igen. arról volt szó, hogy egy rekordtámpáját kaptak a kézilabda szövetségtől. Hát igen, ez igazából az infrastruktúránk fejlesztését olyan mértékben szolgálja, hogy egy viszonylag rossz állapotú betonos pálya helyett kapunk egy rekordtános gumiborítású pályát, ami azt gondolom, hogy vonzó lehet minden szombathelyi gyerek számára, illetve remélhetőleg több szívesebben jönnek majd hozzánk foci meccsekre, vagy éppen kinti kézilabda mérkőzésekre más iskolából a tanulók. Infrastruktúra. Van egy kicsi tornatermünk, amiből kihozzuk a maximumot, van lent egy tornaszobánk, és szerencsére kapunk a városvezetéstől, illetve a sportiskolától olyan segítségeket, hogy a haladás csarnokában, illetve az arénában is tudunk órákat, illetve edzéseket tartani. Meg ott van a szomszédban a Gályár Park, nem? Igen, és azért igen, ott igen, is vannak pályák. Hát itt a tavasz. Igen, ezt úgy hívjuk, hogy Vidám Park. És miért? Mert oda gyakorlatilag, ha kijön valaki, vagy beül az autóba, végig tudja nézni az óráinkat. Ott együtt dolgozunk ugye a HBS-szel és a Kanizsa is kollégákkal, és a nagyon nagy egyetértésben van mindig folyamatosan a pályacsere, de az oda érdemes eljönni egy ilyen jó idős délelőttön, mert megnézem, amikor 100 gyerek mondjuk ott dolgozik. Én nagyon örültem annak, amikor annak idején a kormány bevezette a mindennapos testnevelés rendszerét. Ugye nagyon sokféle vélemény megfogalmazódott azóta. Én nagyon-nagyon megdöbbentem most ebben a kampányban, nem nevezem meg ki, hol, mikor, miként, hogy bírálták a mindennapos testnevelést, mint hogyha ez egy rossz lenne. Ti erről, mint testnevelők, hogy vélekedtek? Mert én annak idején örültem akkor, amikor tesi órán volt, és hála az égnek a fiam is így gondolkodik, mondjuk. Ti ezt hogy látjátok? Én nagyon örülök neki, egyrészben azért, mert vallom azt, hogy épp testben épp lélek. Nem, hogy épp, hogy élek, hanem
épülnek. Tehát kell az a gyereknek az a plusz, az a fizikális kimerültség, hogy szellemileg tudjanak oda koncentrálni, oda tudjanak az órákon figyelni, és hogy igazán jó teljesítményt tudjanak nyújtani. Attól, hogy valaki mondjuk infrastruktúrája nem olyan, ami olyan, de egy testnevelő oldja meg. Tehát legyen olyan kreatív, hogy oldja meg az, hogy hogyan lehet a gyerekeket testnevelő során megmozgatni, különböző feladatot összeállítani, de ez mindegy kreativitáson múlik, és úgy érzem, hogy a testnevelőnek a nagy része ezt meg tudja oldani mindenhol, ha akarja. Tehát, bocsánat, ugye annak idején mondta Hoffmann Róza, hogy hát ugye a folyosón oldjuk meg, sok óránk van folyosón nekünk is, ahol állóképességi edzéseket tartunk, lépcsőzünk, utánzójárásokat csinálunk, illetve a nagyobb gyerekekkel gyakorlatilag 0 fokig megyünk ki dolgozni a Gaia Parkba. Tehát, hogy a Gaia Parkba eljössz december környékén, és látsz kettes osztobban futni gyerekeket, azok mi vagyunk. Az én isek. Tehát igen, tehát ehhez hozzá vannak szokva, és ezek a gyerekek, akik ugye folyamatosan kint vannak levegőn, tehát hűvösebb levegőn is, sokkal kevesebb alkalommal betegek. De igen, mindennapos testnevelés, azért azt hozzá kell tenni, hogy itt azért van egy olyan idézőjelben kiskapu, aki délután minimum 3-4 edzésre jár, ők hozhatnak egy olyan igazolást, ami 2 testnevelés óráról felmentést biztosít nekik. Úgyhogy ez a mindennapos testnevelés gyakorlatilag nem is annyira mindennapos. Hozzáteszem, ha a normális gondolkodású szülő úgy áll hozzá ez a dologhoz, hogy igen, szeretné, hogyha a gyerek mozogja, mert sokkal jobban mozog utána, sokkal jobban gondolkodik, sokkal jobban emészt, tehát millió dolgot lehetne mondani, akkor ők általában ezt sem veszik igénybe, ezt a felmentést. Úgyhogy ez kell a mai fiatalságnak. Adjunk egy keretet a beszélgetésünknek, ugye a szép mezetekkel kezdtük. Ha minden igaz, akkor az a pálya, amiről beszéltünk, a rekord, az is ilyen lesz, kék. Elvégre a kékek, de azért tényleg egy kérdés még akkor, azt szokták mondani a játékos sportversenyekkel és minden mással kapcsolatban, hogy amikor az egyik véget ér, akkor másnap elkezdjük a felkészülést a következőre. Elkezdtétek már ti is nagyjából azt, hogy nézni, hogy kik maradhatnak a csapatból, és kiknek a helyére kell mondjuk új gyerekeket keresni. Hogy van ez nálatok most? Hát ezt tudjuk. Igen, ezt tudjuk, mi már év elején tudjuk azt, hogy jövőre kik azok, akik bekerülhettek a nagy bőkeretbe, mert úgy készítjük a gyereket, már a gyerekeket, már az elsősöket is úgy készítjük fel, hogy már egy kis előnyt élvezzünk a következő évben. Úgyhogy nagyjából már, hogy összeállt a keret, bízunk benne, még egy-ketten hozzájuk csatlakoznak, és akkor megyünk előre tovább. És most már elkezdték az atlétikus alapképzést ők is, úgyhogy ami az alapja gyakorlatilag ennek a játékos sportversenynek is, úgyhogy dolgozunk ezerrel. Ez a kulisszatitkok része, ami publikus. Igen, egy kis segítséget a többieknek. Ennyit, jó, de többet nem. Én köszönöm szépen, hogy befeltetek hozzánk, és akkor hát további hasonló sikereket, mert akkor azt hiszem, hogy minden oké lesz. Köszönöm. Még egyszer köszönjük, hogy bejöttetek. Kedves nézőink, mibe akkor a műsorunk végén egy újabb labdával folytassuk, mégpedig a vízilabdával, ugyanis egy 8 csapatos vízilabda ifjúsági karnevált rendeztek itt Szombathelyen, természetesen mi is kilátogattunk. 8 korosztályos csapat részvételével 3 napos húsvéti vízilabda karnevált rendeztek az Avus minden igényt kielégítő új vizes bázisán. Az erőfelmérőn a házigazda Avus fiataljai mellett a BVSC, az UVSE, a Szolnok, a Győr, a Sopron, a Kecskemét és a Békés Csaba játékosai szálltak vízbe. A Vince Balázs szervezésében megtartott tornán kizárólag 2003. január 1-je után született pólósok szerepelhettek. A csapatok 2-4-es csoportban kezdték meg a küzdelmeket. A cél ugyanaz, mint a nyári tornával. Tavaly elindítottunk egy ilyen vízilabda karnevál torna sorozatot, és annak a pozitív visszhangjai adták az ötletet a fejembe, hogy nem csak nyáron, hanem húsvét környékén is meg kéne egy ilyen tornát szervezni. Ehhez adott ez az új létesítmény, és az, hogy ugye ebben az időszakban iskolaszünet van. Próbáltam azért arra is figyelni, hogy maga a húsvét, a vasárnap és a hétfői nap az maradjon meg a családi ünnepnek, és addigra mindenki hazaérjen, még azok is, akik az ország másik oldaláról érkeztek. Milyen tematika alapján válogattad ki a csapatokat, mert gondolom nagyon szempont volt az, hogy nagyon fontos szempont, hogy azért egy jó kis erős torna legyen. Igen, szerettem volna olyan csapatokat is vendégül látni, akik a felsőházhoz tartoznak. Ebből 4-et sikerült vendégül látni. Az Avus mellett a BVSC, az UVSE és a Szolnok, nagyon kemény csapatok. És szempont volt az is,
hogy a úgynevezett alsóház második vonal is szerepelhessen, Békéscsaba, Kecskemét, Sopron és Győr, ezekből a csapatokból áll össze, így mondom, az alsóház, de nem tudjuk, hogy jelen pillanatban a tornán kialakulnak-e ezek az erőviszonyok, vagy sem. Most vagyunk délelőtt az utolsó csoportmeccsek időszakában, úgyhogy délután már elindulnak a helyosztók. Én örülök neki, hogy ezek a csapatok eljöttek, mint említettem, Békéscsaba, Szolnok, Kecskemét, 6-8 órát utaztak azért, hogy ezen a tornán részt tudjanak venni. A körítés hasonló a nyárihoz, megpróbáltam molinókkal földobni egy picit a medencét, az uszodát, hogy érezzék a játékosok, hogy ez róluk szól, a zene folyamatosan szól. Meghívott vendégként Kis Csaba Európa-bajnokunk, aki emellett ugye az avus meghatározó játékosa és edzője ennek a tornának a díjátadója és szakmai felügyelője is egyben, valamint nagy örömre szolgál, hogy tegnapi nap Hende Csaba kilátogatott, és Sárfavi Péter, mint a sportér felelős államtitkár helyettes, a fővédnöke a tornának. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát, és egy jó tornát szervezzünk. A torna díszvendége az avus világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok vízilabdázója Kis Csaba volt. A remek sportoló, ha csak tehette, a helyszínen tekintette meg a meccseket. Így többek között azt is láthatta, hogy az avus kvartettjében a Békés Csabát és a Sopront simán legyőzte, az UVS együttesétől viszont 10-5-re kikapott, így a csoport második helyén végzett. Önmagában már a kezdeményezés is fantasztikus, azt gondolom, hogy a húsvétot nem tölthetnék jobban a gyerekek, húsvét előtti időszakot, mint egy ilyen fantasztikus tornán. Az ország több pontjából összejöttek a srácok, és nagyon jó meccseket játszanak, nagyon magas színvonalú mind a rendezés, mind a játékvezetés, mint pedig az egész körítés. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik, én önmagában az utánpótlás mérkőzéseket is nagyon szeretem nézni, rengeteget tudok belőle tanulni. Úgyhogy az előbb mondtad, egy picit szurkolóként, nézőként és edzőként is figyelem őket. Nagyon-nagyon jó érzés. Nagyon jó csapatok vannak itt, tehát elég a Szolnokra, a BVSC-re gondolni. Milyen erőt képvisel a hazai csapat, és hát lényegében ti játékosok mit vártok attól, hogy az utánpótlás milyen eredményeket ér el, tanulva mondjuk a ti példátokból? Igen, ahogy mondtad, nagyon erős a mezőny, és az UVS-ét még nem is említettük. Azt gondolom, hogy minden csapatnak fejlődést jelent, mind erős, mind gyenge csapatoknak. Szolgálja a játékosoknak a fejlődését, az előrehaladását egy ilyen torna. Az avus abszolút ebbe a kategóriába tartozik, mint rendező klub, ugye élvezi a hazai pálya előnyét minden szempontból, és a srácok tényleg egy olyan rendezvényen vesznek részt, hogy úgy utaznak majd utána haza, hogy sokkal jobb vízilabdázók, mint amikor ide érkeztek. Végezetül pedig mennyire jelent a számodra felelősséget az, hogy lényegében most az első számú példakép a gyerekek számára az egy Európa-bajnok lehet? Megpróbálok megfelelni ennek a kitételnek, nyilván ilyenkor a játékosok tudják, hogy ki az ember, aki itt van, figyeli őket, talán motiválja is őket, remélem, hogy nem zavarja, de nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne. Igyekszem példakép maradni, igyekszem mutatni azt az utat, ami helyes, mind az élsport, mind az életvitel szempontjából, és úgy látom, hogy a gyerekek fogékonyak erre. A szombathelyi fiatalok a sikeresen megvívott csoportmeccseket követően az elődöntőben 12-4 arányú vereséget szenvedtek a BVSC csapatától, így a bronzmeccsen a Szolnokkal nézhettek farkas szemet. Gótva Zoltán tanítványai sajnos 7-6-ra kikaptak, ám így is a nagyon előkelő negyedik helyen zárták a rendkívül színvonalos viadalt. Kedves nézőink, ma is gyorsan elrepült a műsoridőnk, most már csak a sorsolás van hátra, amit villámgyorsan meg is ejtenénk. Nézzük akkor tehát, hogy kinyeri ezt a kulacsot, amit a haladás ajánlott fel. 22480623-as számról érkezett az üzenet. Gratulálunk a kedves nézőnknek, majd itt veheti át a televízió épületébe a nyereményét. Én a kollégáim nevében is a mai napra köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket itt a szombathelyi televízióban. Hamarosan a híradó következik, majd tartsa továbbra is velünk. Viszontlátásra!